Dicsőség az Úrnak! Mindenki olyan hátul ül. Féltek. <tudjátok>, Tudjátok, meg van írva, hogy az utolsókból lesznek az elsők. Gyertek előrébb, gyertek közelebb. Halleluja! Azt is mondja az ige, ugye, tudom, hogy nagyon cselekszitek az igét, és azért ültök hátul, hogyha netán valaki nálatok nagyobb tiszteletben lévő jön, és, és akkor át kéne adni az első helyet, akkor ez ciki lenne. Tegnap voltam egy megbeszélésen, és hát nagyon kis helység volt ahhoz képest, hogy hányan kellett, hogy ott megjelenjünk, és aránylag időbe odaértem, leültem egy jó helyre, de néztem, hogy mindjárt úgy fogok járni, mint amiről Jézus beszélt, hogy mindjárt hát kell adjam valakinek a helyemet, és dicsőség Istennek, hogy azért elfértünk, nem volt rá szükség, de nagyon necces volt a dolog, úgyhogy ti nagyon bölcsek vagytok, hogy hátulról kezditek, és akkor így az úr feljebb tud emelni. Halleluja. Jó, jó sok időnk elment, mert az Úr nagyon örült ennek, hogy dicsérjük őt. Hányan éreztétek ezt, hogy Isten örült ennek, hogy ebben ő nagyon benne volt, hogy, hogy dicsérjük őt, hogy magasztaljuk, mert ő az ő dicséretei között lakozik, és ő szereti ezt, amikor őt dicsérjük, és halleluja. Halleluja. Örülünk, hogyha az Úrnak örömet lehet okozni. Ő is érez, és, és ő is örömet akar nekünk okozni és azt mondja, aki mást felüdítő, maga is felüdül, úgyhogy dicsőség Istennek. Halleluja. A példabeszédek 15-11 azt mondja, hogy a sír és a pokol az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az embernek szíve. Halleluja, az Úr látja mi szívünket. Előtte van a mi szívünk, és uh, lehet, hogy a cselekedeteink nem mindig tökéletesek, de az Úr látja mi szívünket, és engem mindig ez vigasztal, hogy ha valamit nem is tettem esetleg úgy, vagy olyan jól, amilyen jól tehettem volna, vagy hogyha jó szándékból mégis valakinek rosszat tettem, és ebből kára származott, vagy bármilyen módon ez, 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 rá nem jól hatott, akkor mindig ez végazta, hogy az Úr azért látja a szívemet. Dicsőség Istennek, és ő látja azt, hogy amit teszel, azt milyen szívvel teszed, miért teszed, és uh, szeretet nem örül a hamiságnak, de együtt örül az igazsággal. Tudjátok, hogy megvan írva az is az igében, hogy mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Én azt hiszem, hogy most az az idő van, az az idő jött el, amikor ki kell menjünk hirdetni az evangéliumot. Ugye Jézus mondta, hogy menjetek szerte a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen elkárhozik. Halleluja! Halleluja! Nem tudom, hogy mi van itt, de, itt, itt valakinek, mint hogyha egy szúrna, nyomna, valami van itt a melkasnál. Nem a szív, hanem a másik oldalon nem tudom, de Jézus nevébe gyógyulj meg. És, és az Úr igenis akarja azt, hogy, hogy menjünk, hirdessük az evangéliumot. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy néhány dolog van, amit az Úr szeretne, hogy, hogy, hogy így szólni hozzánk. Nincs sok időm ma prédikálni, és különben se terveztem igazán, hogy őszinte legyek hanem azt szerettem volna, hogy a szent szellem mozduljon, amit akar azt szeretném mondani, és az egyik dolog, amit így az Úr felhozott, hogy, hogy emlékeztek, hogy beszéltünk erről, hogy a teremtett világ Sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Én hiszem azt, hogy ezek vagyunk mi, ezek vagytok ti, Istennek a felnövekedett fiai, akiket várja a világ, hogy megjelenjenek. Olyan emberek, akik készek arra, hogy segítsenek, olyan emberek, akik készek megosztani azt a szeretetet, amit kaptak, azt a szeretetet, amit Isten kitöltött a szívükbe, azt a szeretetet, hogy annyira szeretett Isten bennünket, hogy a legdrágábbját odatta, azért, hogyha valaki hiszőben elne veszem. Egy kicsit imádkozunk, nagyon erős ez a kenet, nem tudom, hogy kinek van szüksége erre itt a. A Melkasba, atyám a Jézus nevében. Imádkozom azért, akinek szüksége van erre a gyógyulásra a Melkasba. Uram, kérlek, hogy árassz kire a kegyelmedet. Kérlek, hogy, hogy gyógyíts meg a te kegyelmedből, a jóságodból, a Jézus nevébe, akárhol legyen, akárhol hallgasson bennünket az interneten keresztül, vagy ha nem hall bennünket, az se érdekel minket, Uram, akinek szüksége van a gyógyulásra. Kérlek, Uram, hogy gyógyíts meg őt a Jézus nevében, a Jézus nevében ördögved le a kezed ezekről az emberekről, akinek ott van fájdalma és fájdalom eltartása az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ó, Uram, köszönöm, 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 köszönöm neked Jézus. Köszönjük neked Jézus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Szintén a példabeszédek 14. fejezetében azt mondja a 25-ös vers, hogy életeket ment meg az igaz bizonyság, hazugságukat szól pedig az állnak. Tehát életeket ment meg az igaz bizonyság. Arról szeretnék majd kicsit nektek beszélni, hogy nagyon sok ember van kint a világban, akik még nem hallották az evangéliumot, akik nem tudják, hogy mit jelent az üdvösség, akik nem értik azt, hogy van örök élet, és az egyik szolgáló társammal beszéltem, tegnap valahol evangélizáltak, valahol kint voltak, és azt mondja, hogy olyan emberrel találkozott, akivel még talán sosem, azt mondja, hogy hirdették az evangéliumot, és valaki szóba tudott állni, tudott vele beszélgetni, imádkoztak, befogadta az urat, meg minden, és mondja, hogy ő kereste az urat, ő kereste, kereste, hogy van valami, tudta, hogy van valami, és kereste Istent, és annyira örül, hogy találkoztak, mert hogy így, rátalált az Úra. Hát én se sűrűn találkoztam ilyen emberekkel, akik, akik, akik alig várják, hogy találkozzunk, mert ő igazán keresi az urat. De hiszem azt, hogy vannak ilyen emberek, és, és az Úr azt akarja, hogy, hogy találjuk meg ezeket az embereket. Vigyük el nekik Isten szeretetét, és, és ahogy mondja a Biblia, hogy, hogy, hogy kiküldölek, mint a bárányokat a farkasok közé. És azt mondta Jézus, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és eszesek, mint a kígyók, hogy, azt gondolom, hogy fontos, hogy ha már kimegyünk, ha már rászánjuk az időnket, akkor ezt bölcsent tegyük. És egy dolog feljött bennem, így, így sokat gondolkodtam ezen manapság, hogy, hogy emlékszem régen én is akkor a lendülettel hirdettem az igét, és mondtam, és mondtam, és Isten szeret, és értsitek meg, és meghalt, és, és mérgesen én is kiabáltam Istennek az evangéliumát, és, és azt vettem észre, így most tulajdonképpen így az Úr foglalkozott velem így egész nap ezzel kapcsolatban, hogy, Hát ezzel is sikeresen el tudtam üldözni az embereket a környékről. Főleg, ha volt még egy mikrofon, hogy ezt jó hangosan tudjam megtenni, akkor így, így elüldözzük az embereket. Nem hiszem, hogy Isten ezt kérné tőlünk. Nem hiszem, hogy erre vágyna Isten, hogy, hogy üvöltsök, és kiabáljak, és mérgesen mondjam nekik az evangéliumot, hanem úgy hiszem, hogy arra van szükség, hogy érezzék, hogy szereti őket Isten. Érezzék, hogy ott van Isten. És, és arra bátorítalak, hogy amikor kimegyünk, hogy hirdessük az evangéliumot, akkor... akkor ne felejtsd el azt, hogy, hogy lehet, hogy, hogy te leszel az első ember, aki, aki megmutatja egy elveszetnek, hogy milyen Isten. És hogy, és, hogy, és hogy próbáld olyan módon képviselni Istent, amilyen ő valójából. Tudjátok, hogy ő nem egy mérges Isten. Ő a békesség istene. Ő egy olyan isten, aki szereti a békességet, aki követi a békességet, ő maga a békesség, és hogyha te megszólalsz, vagy én megszólalok, akkor a békességet kell, hogy szóljuk. Ő maga a szeretet, amikor kinyitjuk a szánkat, akkor ezt kellene, hogy kijöjjön belőle, és azt kellene, hogy ezek az emberek érezzék, akik felé próbálunk szolgálni, hogy Isten mennyire szereti őket. És utána is szükség lesz, és erről is majd jó lenne beszélni, hogy én hiszem azt, hogy nem csak az fog megtörténni, hogy emberek elfogadják Jézust, üdvözülnek, és halleluja, és örömködnek az úrba, jaj, de jó, hanem hanem ezeknek a, ezeknek az újjá született csecsemőknek szükségük lesz arra, hogy valaki táplálja, hogy valaki hogy valaki uh, foglalkozzon velük, és azt mondja az ige, hogy hogy az igének van olyan része, mint a tej. Egyszerű, eledel, amit könnyedén meg tudnak emészteni. És szükség lesz arra, uh, hogy közületek legyenek emberek, akik foglalkoznak egy-egy ilyen új emberrel. Valaki, aki bejön, hogy, hogy valaki, aki megöleli, valaki, aki szeretettel fogadja, valaki, aki ha kell, hétközben felhívja, hogy mi van veled, hogy van. Nem biztos, hogy bölcs dolog mindent a pásztorra hagyni, hogy mindent ő tegyen meg. Persze, sok mindent meg tud tenni, és meg is tehet, és meg is fog tenni, de nem biztos, hogy mindent. Úgyhogy keressétek a szívetekbe, ha valakit mondjuk az utcán találkozol valakivel is, és tudsz egy jót beszélgetni vele, akkor javaslom például, hogy legyetek Facebook ismerősök Hadd lássák, hogy te miket hiszel, miket osztasz meg, és maradj vele kapcsolatban, mert, mert könnyen lehet, hogy eljön az idő, amikor jobban megnyitja a szívét, és el fog majd tudni jönni, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de hányatoknak változott meg az élete azóta, hogy elkezdtetek szorgalmasan gyülekezetbe járni? Hogy újra és újra és újra elkezdtél járni. Én emlékszem, hogy milyen volt az életem az előtt. Van itt egy kis prédikátor, hékás. Én emlékszem, hogy milyen volt az én életem azelőtt. előtt. Üres volt. Éreztem, hogy ott belő hiányzik valami. Akármit csináltam, akármilyen pillanatnyi örömöknek próbáltam ö, ö, odaszánni magamat csak rövid ideig elégített meg, és utána továbbra is éreztem, hogy ott van az az üresség. És Isten azt akarja, hogy sok ilyen ember, aki érzi ezt az ürességet, és vágyik arra, hogy ez beteljen, hogy megérintse a szívét. És tudjátok mit? Úgy hiszem, hogy az Úr azt akarja, nem új dolgok ezek, de az Úr eszünkbe akarja juttatni, hogy amikor mondta a tanítványoknak, hogy menjetek azokba a falukba, ahova Jézus el akart menni, kettesével, és hirdessétek az evangéliumot, és gyógyítsátok a betegeket, és Uh, amikor ezek a tanítványok kimentek konkrétan, és elkezdték megtenni azt, amit Jézus nekik mondott, elkezdtek dolgok történni. Amen. Hányan szeretnénk azt, hogy lássuk a vakszemeket megnyílni? A süket füleket megnyílni? Hogy a bénák újra járjanak? Láttunk már ebből dicsőség Istennek, de én, én vágyok arra, hogy ebből még többet. Olyan jó ez. Én nagyon élvezem, amikor Isten meggyógyít valakit, aki imádkozok. Tudom, hogy nem a, nekem nem sok közön van hozzá, mert nem én vagyok a gyógyító, én nem tudok meggyógyítani senkit. Jézus a gyógyító, és minden dicsőség ezért őt illeti, de én nagyon élvezem, amikor ezt rajtam keresztül teszi meg. <kül> Volt egy hölgy, akinek a, a szeméről vastag, szürke hályok tűnt el, amikor imádkoztunk érte, és, és fantasztikus, amikor Isten használ ebbe. Tudjátok, Jézus Krisztus szerte járt, hirdette az evangéliumot, tanított, és gyógyította a betegeket is. Nekünk az ő nyomdokait kell követni. Amen. Nekünk is ezt kell tenni. Hirdessük az evangéliumot, tanítsunk, és gyógyítsuk a betegeket. Amen. Amikor valakinek nincs betegsége, vagy, vagy úgy alapvetően egész jól van, akkor azt gondolja, hogy miért, vagy minek, vagy egyáltalán. De amikor esetleg belekerülsz valamilyen betegségbe, valamilyen fájdalom gyötör, akkor hirtelen megérted, hogy miért olyan fontos ez a dolog. Azért, mert Isten annyira szeret, hogy nem akarja, hogy bármelyikünk szenvedjen, hogy fájdalmakon, gyötrelmeken menjen keresztül, fizikai fájdalmakon. Ő elhordozta ennek az árát. Ő magára vette a bűneinket. És a bűneinknek a következménye volt a betegség, a fájdalom és a halál, és ő ezt mind magára vette és mi az ő sebei által meggyógyultunk. Amen. Amikor hirdetjük az evangéliumot, nyugodtan imádkozhatunk a betegekért. És ahogy beszéltük, mondhatjuk nekik, hogy elközelített Isten országa. Most ugye kint voltunk pénteken, és elfelejtettem ezt mondani még az embereknek, de holnap juttassátok eszembe, jó? Hogyha valaki itt lesz holnap az evangelizáción, juttassátok eszembe, hogy ne felejtsem ezt el, mert ki szeretném próbálni mindenképpen. Jó, úgyhogy az egyik az, hogy, hogy Isten szeretné, hogy hogy hirdessük az ő igélyét, és nagyon fontos az, hogy, hogy milyen szívvel tesszük, és hogy hogyan tesszük, hogy érezzék, hogy szeretjük őket, és az emberek érzik, hogyha valaki valóban szeretettel fordul hozzá, hogyha nem, nem csak le akar nyomni valamit a torkán, nem csak rá akarod venni, hogy mondjon el egy imád, hanem hogy ő fontos Istennek, hogy ő, ő egy érték. Tudjátok, egy érdekes történetet olva, olvastam egy. Azt gondolom egy apostolról, akit az Úr használ Afrikába, főleg Gánába, és nagyon sok könyvet ír, és ő orvosnak készült, de az Úr megérintette a szívét. De ennek ellenére befejezte az orvosi tanulmányait. És mondta, hogy az volt az ő terve, hogy ő orvos lesz, sok pénzt keres, és fogja támogatni ezzel Isten munkáját, sokat fog adakozni, meg minden. És az úr elhívta már korábban, mielőtt elvégezhette volna az iskoláját, és elkezdett szolgálni, elkezdett prédikálni, és hát úgy látta, hogy hát ebből nem sok minden lesz az ő tervéből, hogy, hogy nem fog tudni sok pénzt keresni, és nem így fogja tudni szolgálni az urat. És egyszer az úr megkérde... Pontosabban Találkozott egy esettel, amikor egy munkahelyi baleset során egy embernek a hüvelykúja megsérült, és ezért a cég ö, kárpotlást kellett fizessen. És nem tudom milyen frankba írták az összeget, nem emlékszek pontosan az összeget, de valami hatalmas összeget fizettek azért az egy ujjáért. Megkérdezte az úr tőle, hogy ö, ha a másik újja is megsérült volna, mennyit kellett volna fizessenek neki és akkor nem tudom, már ilyen milliókról volt szó, vagy több tízmillió, millió, nem tudom, és akkor azt mondja, és hogyha mind a tíz ujja megsérült van, az mennyi lett volna? Fú, hát az nagyon sok pénz, uram. És hogyha az egész karja megsérült van, fú, hát az még sokkal több. És ha mindkét karja, ó, hát az már egy vagyon. És akkor azt mondja az úr, tudsz többet adni annál, mint hogy az egész testedet odaadod nekem, hogy én használjam? És akkor esetleg benne, ha, hogy az a pénz, amit tudok keresni, és amit felajánlok Istennek, nem hasonlítható össze azzal, hogy az életemet adom oda neki. A testemet szám, szánom oda neki, hogy Uram, itt vagyok, tegyél velem azt, amit akarsz. Az a pénz, amit tudsz adni, az jó, de össze nem hasonlítható ahhoz, hogyha oda szánod magad Istennek, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, használj engem, küldj el engem és nem biztos, hogy mindenkit arra fog használni Isten, hogy, hogy prédikáljon, nem mindenkit arra használ Isten, hogy evangelizáljon, vagy, vagy dicséretvezető legyen, vagy a dicséretben vegyen részt, de mindenkit akar Isten használni. És az, amikor megteszed azt, hogy odaszállod magad neki, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok. Emlékszem, amikor a Todd white hallgattam, akkor ő azt mondja, hogy mikor mondta neki a pásztor, hogy adja át az életét az Úrnak, azt mondja, ki akarná az én életemet. Ki, ki, ki akarna egy ilyen életet, mint ami nekem van, egy, egy, egy roncs volt, és az egész élet egy katasztrófa volt, és, és tényleg romokba hevelt az egész élet? Azt hogy ki akarna egy ilyen életet? Mondta, hogy ne úgy, csak add át neki. Azóta Isten munkálkodott rajta, és milyen szinten használja ma őt világszerte. Nem sokára itt lesz, ugye? Augusztus végén, és meg fogjátok látni ti is, hogy az Úr hatalmasan használja őt. Valakit, aki azt gondolta magáról, hogy ő mit tud tenni az Úrért, mire, mire tud ő hasznos lenni. És tudjátok, amikor őszintén odaadjuk magunkat az Úrnak, még az is, aki addig nem volt túl hasznos, Isten tudja azt fogni, meg tudja áldani, és gyümölcsözővé tudja tenni, és hasznosá tudja őt tenni. És csak egy dologra van szüksége, hogy legyen hajlandó ezt megtenni. És a többit bízd az Úrra. Mire akarsz használni, Uram? Majd te tudod majd te tudod. Emlékeztek, hogy Jézus mondta a tanítványoknak, az előbb is olvastuk ezt, hogy ugye nem mindegy, oda mehetünk egy pillanatra a Márk evangélium legvégére, amit az előbb idéztem, de, de meg is nézhetjük most. Márk evangélium 16. fejezet. És 15-ös ugye mondja Jézus a tanítványainak. Elmenvén a széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkározik. Azokat pedig, akik hisznek. Ilyen jelek követik. Ezt ugye úgy hallgatod, hogy ezt most téged követnek ilyen jelek, mert itt mi mindannyian hiszünk Jézusba, amen. És ha hiszünk Jézusba, akkor ez most rólad szól, hogy engem ilyen jelek követnek, mert én hívő vagyok megszoktam kérdezni azokat, akik ilyen tradicionális egyházba járnak, és akár hisznek is Jézusba, hogy láttál-e már csodát? Mert én emlékszem, hogy én is ott nőttem fel, de egy csodát nem láttam. Na jó, egyet talán igen, de hogy nem sűrűn láttam csodákat is. Meg szoktam kérdezni, hogy van -e egy tapasztalat, megtapasztalásod Istennel? Megtapasztaltad-e már őt, hogy ő valóban él, hogy ő valóban létezik, hogy láttál-e csodákat? És sokan mondják, hogy nem, Hát úgy igazából nem, és meg tudom érteni, mert én is ugyanilyen voltam. De azt mondja itt az ige, hogy a hívőket követik a jelek és a csodák. És arra kellett, hogy rájöjjenek, hogy ez nem föltétlen jelenti azt, hogy ők nem hívők, már hogy nem hisznek Jézusba. Valószínűleg hisznek Jézusba. Lehet, hogy hiszik azt, hogy Jézus meghalt és feltámad. de a hívők azt is úgy hiszem, hogy itt azt is jelenti, hogy azok, akik konkrétan hiszik, hogy ezek a jelek és a csodák léteznek, megtörténhetnek, Isten ma is tud csodát tenni, mert ha nem hiszed, akkor nem fog megtörténni. Azokat tudják ezek a csodák és a jelek követni, akik elhiszik. Azt mondta Jézus, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi ugyanezeket a cselekedeteket, de ő nem csak egy személy, hanem ő minden ige, ami ide le van írva. Jézus a testélet ige. És hogyha elhiszed, hogy igen, ez lehetséges, akkor ez meg fog történni. Szóval akik azt hiszik, és azt tanították nekik, hogy a csodák az apostolokkal együtt elmúltak, és erre már nincs szükség, mert van Biblia, és nem is hiszik, hogy léteznek csodák, mert hogy miért lennének, mert hát most van Bibliánk, már nem kellenek a csodák, már nincs erre szükség, azok nem fogják meglátni. De mi van azokkal, akik hiszik? Valakit hiszi, hogy léteznek csodák, hogy Isten meg tud változtatni életeket. Tud fogni olyan életeket, ami komplett kudarc, úgy, ahogy van az egész egy nagy rakás, nulla, és Isten meg tudja fogni, és ahogy a Reinhard Bonke prédikálja, hogy tud egy egyest tenni elé. Halleluja. És mindegy, hogy mekkora nulla volt valakinek az élete, ha ő oda kerül előre, ő az egyes, és már rögtön egy érték lehet. Dicsőség Istennek. Tehát azokat pedig, akik hisznek. Ilyen jelek követik. Mondjuk együtt, jó, úgyis ismeritek ezt már kívülről. Ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos tisznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Az Úr azért, miután szólott valanékik, felvitették a mennybe, és ül az Istennek jobbjára. Tehát ezt utoljára mondta Jézus nekik, és utána fölment a mennybe, és leült az Istennek jobbjára. Itt azt mondja az ige, figyeljétek, hogy azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkáván az igével, megerősíti azt a jelek által, amelyek követik vala. Amen. Halleluja. Ha állapozunk az apostolok cselekedeteire, apostolok cselekedeteire, akkor a második fejezetben ugye olvassuk azt, hogy pünkös napján ugye leszállt a Szent Szelem, betöltötte őket, elkezdtek szólni más nyelveken, a nagy zúgás lett, az emberek elcsodálkoztak, akkor Péter elkezdett prédikálni, és ezresével csatlakoztak a hívők a gyülekezethez. Dicsőség Istennek! Te hogy éreznéd magad, hogyha mondjuk holnap kimegyünk prédikálni, és a Szent Szellem olyan csodát tesz, és, és, és úgy alakul ez az egész holnapi evangelizáció, hogy utána pár ezer megtérő lesz, és pár ezer ember elkezd járni a gyülekezetbe, ami azt jelenteni, hogy ide biztosan nem férnénk be, de a nagy gyülekezetbe sem, hanem három vagy négy Isten tiszteletet kéne tartani vasárnap, mert annyi megtérő jön. Hogy éreznéd magad? Főleg, hogyha te is kint lettél volna evangelizálni azon az alkalmon. <laughs> hogy éreznéd magad? Örülnének egy kicsit? Én biztos, hogy igen, nagyon. El tudod képzelni, hogy ezek a hívők mennyire örültek. Ó, oh, halleluja, halleluja, halleluja. És ugyan hirdették az igét, hol? Jeruzsálembe. És olvassuk, hogy, hogy ugye minden nap egy akarattal kitartottak a templomba, megtörték házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben és örömmel, tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Halleluja! De a tanítványok ott voltak Jeruzsálemben. És... Ott hirdették az igét, jöttek a hívők, növekedett a gyülekezet, és ez így nekik nagyon tetszett, de mit mondott nekik Jézus? Menjetek, szerte e világba. Ők nem szerte a világba mentek még, hanem hol voltak? Jeruzsálemben. A gyülekezet csodálatosan növekedett, ők nagyon örvendeztek ennek, dicsőség Istennek, és hol voltak? Jeruzsálemben. Mit mondott nekik Jézus? Isten hazadt. Hogy menjetek szerte a világba, de a hívők még nem indultak meg szerte a világba. És tudjátok, én azt gondolom, hogy nekünk is ezt mondja Jézus, hogy menjünk szerte a világba, ugye hirdessük az Evangéliumot, és tudjátok, mit mondtunk sokáig, és mit mondunk sokszor? Hát mit vagyunk minden héten? Gyertek el, mert mi itt hirdetjük az Evangéliumot, és aki akarja hallani az Evangéliumot, az jöjjön el. De Jézus azt mondta, hogy mi menjünk el. Nem azt, hogy mondjuk azt a hívőknek, hogy ők jöjjenek el. Észrevettétek, hogy ritkán jönnek csak úgy el az emberek be a gyülekezetbe, mert ők nagyon akarják hallani az evangéliumot. Lehet, hogy Jézus ezt tudta, és ezért mondta, hogy mi menjünk el. Ne várjuk meg, hogy ők jöjjenek be, hanem mi menjünk ki hozzájuk. Néha vannak ilyen evangelizációs csoportok, akik megkeresnek, hogy szeretnének segíteni, és szeretnének evangelizálni, és szeretnének esetleg például egy koncertet itt a Mennyország Klubban megrendezni. Evangelizációs koncertet is mondjuk, hogy nagyon jó, ez nagyon szuper, nagyon örülünk ennek a dolognak, de nem lehet, hogy hatékonyabb lenne, ha mi mennénk ki, vagy kivinnénk ezt a koncertet. Bejövünk ide, jó zenélhetünk magunknak, és nagyon sokszor nem jön senki új, aki ezt meghallgatja. Jézus azt mondta, hogy menjetek, menjetek szerte a világba, ugye? Szóval ők még nem mentek. És ugye hallottatok utána arról, hogy István miatt egy nagy üldözés kezdődött annyira, hogy a, a hívők eléggé rettegtek, hogy nehogy őket is megöljék, és mi történt? Csak az apostolok maradtak Jeruzsálembe, és az egész gyülekezet. El tudod képzelni, hogy arról beszéltünk, hogy először 3000 csatlakozott hozzájuk, utána még 5000 csatlakozott, aztán olvassuk, hogy az Úr naponta adott hozzá üdvözülőket a gyülekezethez. Jó sok ezren lehettek. Már a gyülekezet. Nem kis gyülekezet volt ez a korai gyülekezet, legalább 8-10-15 ezer fős lehetett, és el tudod képzelni, hogy ez a akár csak 8 ezer fős gyülekezet is szétszóródik a környéken, a környező településeken, városokba, mindenhova, ahova mennek, csak a 12 maradt ott. Ők úgy voltak vele, hogy nem baj, ha megölnek, semmit maradunk. És az a sok ezer ember szana szétment. Mit csináltak? menjetek szerte a e világba. Nem hiszem, hogy Isten tökéletes akarata ez lett volna, hogy a üldözés miatt kelljen a, a, hívőknek elmenjenek, de végül is ennek ez lett az eredménye, hogy elmentek. Utána elmentek újabb és újabb területekre. És utána az antiókiai gyülekezetben e, volt néhány proféta, tudjátok, imádkoztak, bőtöltek, és szólt a Szent Szellem, hogy válasszátok el Pált, e, Saulust és Barnabást a munkára, amire én hívtam, és mit csinált a Szent Szellem? Elküldte őket. Jó messzire, menjetek! És újabb és újabb és újabb gyülekezetek alakultak. Mert mi történt? Mert elmentek, és hirdették az igét. És tudjátok, sokszor a siker is lehet nagyon csalóka, hogy az ember, hogyha valahol megtapasztal egy jó sikert, és akkor szeret ott maradni, mert hogy ez milyen jó. Tudjátok, hogy Kenneth Hégen, akit nagyra becsülünk, Hatalmas munkát végzett az úrnak. Neki is szólt az úr, amikor nagyon jól érezte magát a gyülekezetbe. A legjobb pásztorlakba lakott, a legjobb gyülekezetét ö, ö, terelgette. A dolgok jól mentek, növekedtek, a pénzügyek rendben voltak, minden jó volt a gyerekeivel, mi, mi, egyszerűen minden tökéletes volt, és szólt az úr, hogy hagyja ott azt a gyülekezetet. De hát uram, mert Isten akarta volna őt még máshol is használni. Készel a szívünk arra, hogy valóban engedelmeskedjünk Istennek, és hogy ahelyett, hogy ülünk a fenekünkön, a valakitől hallottam ezt a székmelegítő szolgálatot lecserélni valamilyen más szolgálatra, hogy, hogy nagyon jó ez, amikor a széket melegítjük, de mi van akkor, amikor elkezdjük konkrétan megtenni azt, amit Isten mondott? Nem tudom, hogy ki érzi úgy, hogy, ö, oké, én megyek bátran evangelizálni. Van ilyen közöttünk? Én kimegyek bátran, nem probléma kettő, három, tök jó. Van-e úgy valaki, aki úgy érzi, hogy hát én mennék, de nem tudom, hogy én mennyire vagyok készen, mennyire tudom ezt megtenni, tud -e egyáltalán Isten engem használni, mire vagyok én jó egyáltalán. Tudod, az a jó hír van, ahogy mondtam korábban is, hogy Isten tud használni minket ha hajlandók és engedelmesek vagyunk, akkor ő tud használni minket. És ö, nem biztos, hogy kell ö, nagyon mély teológiai tudásod legyen ahhoz, hogy ki tudjál menni és hirdetni tudod az evangéliumot. Hogy el tud mondani nekik, hogy Jézus meghalt érted, hogy te ne halljál meg, ő feltámad, hogy örök életed legyen, és hogyha te őt befogadod, a szívedbe örök életed lehet. És hogyha bármilyen kérdéssel jön valaki oda hozzád, amiről halvány fogalmad nincs, hogy mi van, akkor vidd oda valaki ez, akit szerinted tudja. Nem kell, hogy minden kérdésre tudjad a választ ahhoz, hogy ki tudj menni, viszont nem, én nem találtam az igébe olyan kifogást, amiért jogosan azt mondhatnám, hogy ez nem az én dolgom, nekem ezzel semmi dolgom. Nem írja sehol a Biblia, hogy ez a pásztornak a dolga, sőt, egy furcsa dolgot mondok, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez még az evangélistának se a dolga, hogy kimenjen és evangelizáljon. Nem ez a dolga az evangélistának, hogy kimenjen evangélizálni. Én azt gondoltam, ha valaki evangélista, hát menjen evangélizáljon. Nyilván fognak menni az evangélisták evangélizálni is. De Isten nem úgy alkotta meg ezt a rendszert, hogy az evangélista evangélizál, a pásztor pásztorol, a tanító tanít, és kész, hanem azt mondja az Ige, hogy ő adta ezeket az ajándékokat a Krisztus testének az építésére, hogy felkészítsék a gyülekezetet szolgálat munkájára. Az evangélistát azért adta Isten, hogy felkészítse a gyülekezetet, ő, ő valószínűleg az evangélista munkájára készítse fel, hogy hogyan kell evangélizálni. Neki ez a dolga. Az, hogy ő evangélizál, azt nagyon jól teszi, de nem az a dolguk az evangélistáknak, hogy na ők evangélizálnak. Én nem vagyok evangélista, pásztor az biztos, hogy nem vagyok. Apostol, hányan vagytok itt apostolok? Szóljon, ha valaki az. Tanító? Lehet, hogy van egy-kettő. Lehet, hogy azt gondolt, hogy én nem vagyok, az nem baj. De Isten akkor is tud használni. Amen. Úgyhogy csak bátorítani szeretnélek arra, hogy engedd meg neki. Engedd meg neki. Mondd azt neki, hogy orram, itt vagyok. Emlékszem arra, hogy régen hogy szokott ez zajlani. Amikor jöttek friss testvérek közénk, nem sok mindent tudtak még, de lelkesen jártak a gyülekezetbe, és mi akkoriban elég sűrűn mentünk evangélizálni, és ez úgy szokott kezdődni általában, hogy eljön egy új tesó, mi ott nyomjuk nagyon, akkor sokat zenével evangelizáltunk, és akkor ő megállott valahol távol. És akkor nézi, nézi, nézi. Egy idő után látja, hogy hát ez nem is olyan nehéz. Hát először csak ad egy kártyát, és akkor jön valaki, aki nagyon nyitott szívvel van, és mi ez, és hogy van, és elmondja, és hú, hát ez a, hú, egész jó, hogy beszéltem ma valakivel. Lehet, hogy úgy, úgy, telik el egy nap, hogy nem beszél senkivel. De, de egyszer csak elkezd valakivel beszélni, aztán még egyel, aztán aztán lehet, hogy imádkozni is fog valakiért, és ez ilyen szépen lassan kialakul. Nem kell ettől félni, nem kell arra gondolni, hogy ú, uh, ez most mekkora dolog, hogy én most hirdetem az igét. Nagyon sokszor az is segít, hogyha nem azt csináljuk, hogy kimegyünk evangélizálni, ott van két-három ember, aki zenél, és mivel nincsen elég arató munkás, mindenki szana szét van, és akkor ők ott vannak, mint az újjuk egyedül, és, senki nincsen ott, és az embereknek az a benyomásuk támad, a járókelőknek, akiket meg akarunk nyerni, ez van, hogy ez valami nagyon gáz lehet valaki ott zenél, de senkit nem érdekel. És akkor úgy vannak vele, nem tudom, észrevettétek -e ez a tömegpszichológia, hogyha valaki sem, hogyha az senkit nem érdekli, akkor engem se érdekel. Ha, ha csak 5 tíz ember oda megy érdeklődve és nézi, hogy mi zajlik itt, a többiek azt se tudják, hogy mi zajlik ott, de oda mennek ők is, és ők is érdeklődnek, hogy na itt, mi, mi, mi történik itt, mit néznek a többiek. Hogy ilyenek az emberek, és hogyha például valaki eleinte nem érzi magát túl bátornak, el, hogy az is egy nagy dolog és egy szolgálat, amit tudsz tenni, hogy oda jössz és érdeklődve végignézed, hogy mi zajlik itt. Csak úgy ott vagy. Nem 5 kilométerre az eseménytől, hanem egész közel, hogy érdekel téged ez a dolog. Ez egy, ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog. És, és igen, ezt mondta Jézus, hogy menjünk szerte világra. És tudjátok, hogy Jézusnak a szavai, ez a, ez a küldetés, amit ő mondott. Érdekesnek találom, hogy Jézus nem írt könyvet. A prédikációit nem vették fel hanganyagba, se videóanyagba, és mégis az a rövid kis idő, amíg ő szolgált, ami vitatott, hogy mennyi idő, de minden esetre az a néhány év, amit, amit ő itt szolgált a Földön, olyan mély nyomot hagyott az emberiségbe, hogy ma is erről beszélünk. És valószínűleg még évezredeken keresztül, ha az Úr nem jönne vissza addig, ez, folyamatosan itt marad ez a dolog, mert olyan szavakat szólt, ami szellem és élet, és ezek nem estek le üresen. És tudod, ha ő mond valamit nekünk, akkor mi ezt bátran megtehetjük, mert az ő szavára léphetünk. És én úgy hiszem, hogy most van itt ennek az ideje, hogy lépjünk. Tudjátok, hogy jön Daniel Kolenda, ugye a a hó végén, és lesz egy nagy szabású, fantasztikus evangelizáció, aminek a részesei lehetünk, és többen. Hányan jelentkeztetek közülünk bármilyen szolgálatra így a, a esemény során? Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek! Ha valaki nem jelentkezett volna, tudtommal még mindig keresnek önkénteseket, ültetőket, Szerintem utógondozókhoz is bőven lehet még mindig jelentkezni. 500 fő körül van ez most, de ennél sokkal többet szerettünk volna, hogy legyen, de egyelőre itt tartunk. De ez is jó, dicsőség Istennek. Úgyhogy még mindig van lehetőség, hogy valaki, aki szeretne bájon ebbe, ebbe, a munkába, és, és óriási dolog lesz ott megtapasztalni az urat, és főleg ott lenni, és szolgálni nagyon jó lesz. Úgyhogy ezt készítjük elő többek között, és egyébként meg az Úrnak engedelmeskedve megyünk ki, hirdetjük az igét, és az embereknek elvisszük a szeretetet. Amen. Ne felejtsük el. Olyan érzésem volt most uh, pénteken, amikor evangelizáltunk, hogy nem volt megfelelő uh, ima háttér. Én azt éreztem, hogy hiányzott az ima, hogy nem, nem éreztem azt, hogy, hogy olyan flottul ment volna, mint ahogy lehetett volna ennek, hogy, hogy, hogy úgy éreztem, hogy kevés ima volt mögöttem. Most ugye szombaton volt egy ilyen nagy országos ima alkalom, és ezekért az evangelizációkért is imádkoztunk, de megköszönném, hogyha most egy pár percre akár most összetudnánk a hitünket kapcsolni. Most elsősorban a holnapi evangelizációval kapcsolatban, valószínűleg pénteken is megyünk, de pénteken nem ilyen nagyon megrendezett evangelizációra, hanem esetleg úgy, hogy találkozunk itt a klubba, és akkor elmegyünk valamerre, sétálunk, és akiket tudunk megszólítunk, hogy ilyen sétálós evangelizáció, és fogunk készíteni egy tervet egészen a kolenda alkalomig, hogy mikor hova fogunk menni. Ha valakinek van javaslata, ötlete, látása, kaptatok valamit a szívetekre, hogy szerintetek ide vagy oda lenne jó, nem akarjuk lekorlátozni az Urat, nem csak itt a közvetlen közelbe akarunk evangelizálni, evangelizálhatunk bárhol, Erzsébeten, akárhol evangelizálhatunk, ha van a szíveden bármilyen helyszín, akkor, akkor jelezzétek ezt, jó, imádkozunk felőle, és akkor el fogunk menni, hirdetni fogjuk az igét, és, és hisszük, hogy, hogy lesznek emberek, akikért imádkozhatunk, akiknek szükségük van gyógyulásra, akik, akik, alig várják, hogy találkozzanak az atyával. Amen. Halleluja. Úgyhogy ne felejtsétek el, hogy Isten országának a nagykövetei vagytok. Képviseljük az atyát. Amen. Amikor kimegyünk az utcára, akkor, akkor szeretnénk bemutatni nekik a mennyei atyát. Valakit, aki, aki mindig segíthet nekik. Valakit, akire szükségük van akkor is, ha nem tudják. És a számomra ez egy kiváltság, egy öröm, hogy ebben részt vehetek. És utána kérlek arra benneteket, hogy, hogy gondolkodjunk azon, hogy valószínűleg elkezdenek megjelenni emberek. Hisszük, hogy elkezdenek jönni emberek, új emberek. És ezeket az embereket be fogjuk fogadni. Amen. Szeretettel fogjuk várni befogadjuk őket, és nem azt fogjuk nézni, hogy milyenek, és hogy hol tartanak, és hogy honnan jöttek, és hogy mit tettek, vagy mit nem tettek, hanem, hanem az a dolgunk, hogy szeressük őket. Amen. Hányan vagyunk tökéletesek? Ugye, ha valaki jó közelről venne szemügyre bennünket, lehet, hogy találna egy-két dolgot, amiben még fejlődhetünk, amiben növekedhetünk. Amikor bekerül valaki valamilyen módon elfogadja az Urat és elkezd járni, akkor nem az a dolgunk, hogy megítéljük őt, hogy kiavítsuk, hogy helyre rakjuk, hanem szeressük őt. És az Úr majd szépen fogja építeni őket. Úgyhogy arra bátorítalak, hogy legyünk készek arra, hogy amikor bejönnek ezek az emberek, akkor akkor ne, ne nézzük azt, hogy hogy senki nem megy oda hozzá. Ne, ne, ne legyen ez normális, hogy valaki bejön és nem törődünk vele, hanem, hanem érezze azt, ami a mennybe van. Emeljük fel, amen, emeljük fel, törődjünk velük, érezzék, hogy, hogy, hogy fontosak. Nekünk érezzék, hogy fontosak az Atyának, hogy Jézus szereti őket, és Jézus valószínűleg rajtunk keresztül fogja tudni így szeretni, mert, mert mi vagyunk az ő teste. Amen. Ha ő meg akar ölelni valakit, akkor kell, hogy használja az ő testét, és te vagy az ő karja, a másik a lába, a szeme, valaki az arca, aki rámosolyog. Mi együtt vagyunk az ő teste, amen, és, és ezeket az embereket mi, mi tudjuk szeretni. Mi tudjuk meghallgatni. Mi vagyunk az úrnak a füle. <laughs> és sokszor az úr tudja használni a szánkat, hogy szóljon valakinek a szívéhez. És. Halleluja. Néha egy-egy jó szó az gyógyító hatással bír, és, és nagyon fel tudja üdíteni a lelket, hogyha valakinek tudunk szólni egy-egy jó szót, amikor szüksége van rá. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok. Nem szeretném tovább húzni az időt. Holnap 5 órától leszünk itt kinn a téren. Egy amerikai csapat fog jönni, olyan 17-en körül jönnek, és, és nem tudom pontosan, hogy ők most milyen módszert alkalmaznak, de legtöbbször ilyen, ilyen valamit előadnak, valami drámát, vagy valamit előadnak, és utána valahogy ezen keresztül el. Tudják mondani az evangéliumot, és nagyon sok embert megvárhatóan e, ez meg fog érinteni. Tegnap hallottam egy másik csapattal a Lentse Balázsék evangélizáltak, és hogy két-háromszáz ember is összeverődött ott, amiközben így hirdették az igét, úgyhogy e, legyünk elvárásba, és igen, köszönöm szent szellem, hogy ott tartottunk, hogy a, a holnapi alkalomért imádkozzunk, jó? Kész valakinek a szíve? Hajlandók vagytok összekapcsolni a hiteteket, hogy, hogy, hogy ne csak egy átlagos alkalom legyen, ne csak az időnket fecséreljük, hogy kimegyünk valahova, és nem otthon vagyunk, és nem máshol vagyunk. Ha itt vagyunk, akkor legyen eredményes, legyen itt az atyának a jelenléte, mert az vonza az embereket, érezzék, hogy van itt valami, érezzék, hogy, hogy valami, valami jó van itt, ami kell nekik, amit akarnak. És imádkozzunk azért, hogy legyenek jelek, csodák, gyógyulások, nyitott szívek jöjjenek az utunkba. Hányan szeretnétek, hogy azért is imádkozzunk, hogy az Úr adjon szavakat a szánkba, amikor találkozunk valaki, vagy azt tudjuk szólni, amire neki szüksége van. Valaki szeretné, hogy azért is imádkozzunk, hogy akár a tudás szava működjön, hogy az Úr mutassa meg, hogy neki mire van szüksége, miből kell meggyógyuljon. Nagyon jó dolog ez, amikor így az Úr megmutatja neked, és akkor csak azt kérdezik, hogy honnan tudtad. Rögtön el lehet nekik mondani, hogy van valaki, aki ezt megsúgta. Van valaki, aki ezt megmutatta és azért, mert szeret téged. Amen.